és Uraim! Engedjék meg, hogy a 6. magyar világtalálkozó védnökeként a következő Márai Sándortól származó gondolattal köszöntsem Önöket. A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban. Ő szült, ő temet el, őt éled és fejezett ki, mind a nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja, s életed a haza életének egy pillanata is. Az Önök civil hálózata több mint egy évtizede bizonyítja Márai szavainak igazságát. Igazi szellemi hitként hozták és hozzák létre nap mint nap az együttműködés lehetőségeit a Kárpát-medencében és a világ minden szegletében élő magyarság tagjai között. Emellett óriási érdemük, hogy a honfitársaink és kultúránk iránt rokon szenvet érző más nemzeteket is szép számmal bekapcsoltak a Világklub hálózatba. Az összmagyarság közös sikerének tekintem, hogy az Önök szervezetének immár 90 országban közel 200 tagklubja működik. Megtiszteltetés, hogy elvállalhattam az idei világtalálkozó védnöki tisztét. A rendezvény különlegessége nem csak a magyar-magyar kapcsolatok erősítésében rejlik, hanem abban is, hogy olyan köröket szólít meg, amelyek a társadalmi, a kulturális és a gazdasági élet területein jelentős befolyással bírnak. Külön öröm számomra, hogy szűke pátriám Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idén a világtalálkozó díszvendége lett. A megyében, köztük Kisvárdán a szervezet több tagklubja is eredményesen működik. Ez a szívemhez oly közel álló vidék földrajzi helyzeténél fogva három régió, Kárpátalja, Felvidék és Erdély magyarságát egyfajta gazdasági szellemi kapocsként köti az anyanemzethez, így nagyon fontos, hogy bemutatkozhasson országvilág előtt. Közös misszióm, hogy a magyarság hagyományait megőrizzük, gyarapítsuk és jó hírét vigyük szerte a világban. Megköszönöm a Panoráma Világklub tagjainak, különösen dr. Tanka László elnök úrnak és Bokor Balázs nagykövet úrnak a szervezet építésében végzett fáradhatatlan munkát. A világtalálkozón mindannyiuknak kellemes időtöltést, hasznos és eredményes találkozásokat kívánok. Dr. Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országgyűlési képviselője, a 6. magyar világtalálkozó védnöke.